Az előérzet furcsa valami, a rokon szem is megmagyarázhatatlan, és aztán vannak néha titkos jelek is, és a három együtt olyan titózatosságot alkot, amelynek nyitjára még nem jött rá az emberiség. Én mindig hittem az előérzetekben, mert magam is sokszor megéreztem előre egyet-mást. Az ösztönös rokon szem létezését nem lehet tagadni. Távoli, egymástól rég elszakadt rokonok közt például, ha teljesen elidegenedtek is egymástól, a vér nem válik vízzé. Olykor minden képzeletet felülmúl. A titkos jelek pedig talán a természet rokon szemvének megnyilvánulásai az emberrel szemben. Mikor még egészen kislány voltam, 6 éves lehettem. Egy éjszaka Bessie léven azt mesélte Márta Abbottnak, hogy kisgyermekről álmodott, és hogy gyermekről álmodni rosszat jelent, vagy annak, aki álmodott, vagy hozzátartozóinak. Valószínűleg elfelejtettem volna az egészet, ha nem történik valami, ami kitörölhetetlenül emlékezetembe véste. Másnap ugyanis Bessie-t hazahívták kistestvére halálos ágyához. Újabban többször eszembe jutott ez az eset, mert az elmúlt héten minden éjszaka gyermekről álmodtam. Néha a kalomban ringattam, néha a térdemen lovagolt, vagy a mezőn ugrándozott, vagy a kezét a patak vizébe mártogatta. Hol egy nyafogó, hol egy kacagó gyermeket láttam álmomban. Volt úgy, hogy hozzám simult, volt úgy, hogy elszaladt tőlem. 7 egymás után következő éjszakán, mihelyt beléptem az álombirodalmába, mindig elém toppant. Idegesített ez a visszatérő álom, már előre féltem az éjszakától. Azon a holdvilágos éjszakán is, amikor a sikoltásra felriadtam, egy gyermekfantom társaságát hagytam ott, és másnap Mrs. Fairfax értem küldött, hogy menjek le a szobájába. Egy férfi vártott rám, amolyan urasági unasféle. Gyászlibériát viselt, és kezében tartott kalapját is fekete szalag fogta körül. Alig, ha emlékszik rám a kisasszony, mondta, mikor beléptem. Léven a nevem. Mrs. Reed kocsisa voltam 8-9 évvel ezelőtt, amikor még Gateshead-ben tetszett lakni. Most is ott szolgálok. Isten hozta, Robert. Nagyon is jól emlékszem magára. Néha meglovagoltatott Miss Georgián a pónián. És Bessie hogy van? Mert ugye maga a Bessie férje. Köszönöm szépen, kisasszony, Bessie nagyon jól van. 2 hónappal ezelőtt született meg a 3. gyermekünk. És a Reed család, Robert? Sajnos a családról semmi jót nem mondhatok, kisasszony. Nagy baj van. Remélem, nem halt meg senki. Mondtam, és egy pillantást vetettem Robert fekete ruhájára. Ő a gyászszalagos kalapját forgatta a kezében, és így felelt. Tegnap volt egy hete, hogy Mr. John Londonban meghalt. Mr. John? Igen. És az anyja hogy viseli ezt a csapást? Tetszik tudni, Miss L? Ez nagyon bonyolult história. Mert John igen kicsapongó életet élt, az utolsó 3 évben meg éppen rossz útra tért, és a halála is szörnyű volt. Bessie is mondta, hogy nem valami észszerűen él. Észszerűen? Esztenelebbül nem élhetett volna. A legaljasabb férfiak és nők társaságában tette tönkre egészségét, és tékozolt el a vagyonát. Adósságot adósságra halmozott, és börtönbe került. Anya 2-szer kiszabadította, de mihelyt szabadult, megint csak visszatért régi szokásaihoz és rossz társaságához. Ostoba és megbízhatatlan ember volt, társai becsapták és kiszipolyozták. Körülbelül 3 héttel ezelőtt lejött Gateshead-be, és azt akarta, hogy Mrs. Reed adjon oda neki mindent, ami még van. Mrs. Reed azt mondta, hogy nincs már semmie. Mr. John mindent elvelt. Ezután már csak halála hírét hallottuk. Hogy hogyan halt meg, nem tudjuk. Azt beszélik, öngyilkos lett. Megborzongtam. Robert léven folytatta. Tetszik tudni, az úrnő is már régóta betegeskedett. Nagyon meghízott, de ereje azért nem volt. Az anyagi gondok és a szegénységtől való félelem teljesen megtörték. Mr. John halála váratlanul érte. Agyvérzést kapott. 3 napig beszélni sem tudott, de múlt kedden, mintha jobbra fordult volna állapota. Jelekkel mutatta a feleségemnek, hogy mondani szeretne valamit, és magában mormolt. De Bessie csak tegnap reggel értette meg, hogy mit mond. Azt mondta, hívd ide Jane-t, hozd ide Jane-t, beszélni akarok vele. Bessie nem tudta, hogy eszénél van-e Mrs. Reed, és csak ugyan beszélni szeretne a kisasszonnyal,
de minden esetre szólt a Reed kisasszonyoknak, és azt tanácsolta nekik, hogy küldjenek el Jane kisasszonyért. A hölgyek eleinte hallani sem akartak róla, de az úrnő olyan nyugtalan volt, és annyit hangoztatta Jane kisasszony nevét, hogy végre mégis beleegyeztek. Tegnap indultam Gateshead-ből, és ha el tudna készülni a kisasszony, holnap reggel magammal vinném. Igen, Robert, készen leszek. Úgy érzem, el kell mennem. És azt hiszem, kisasszony. Bessie is biztosra veszi, hogy velem tetszik jönni. De itt az uraknak ugye jelentenie kell, hogy elmegy. Igen, rögtön jelentem is. Levezettem Robert a cseléd folyosóra, John feleségének gondjaira bíztam. Johnnak is figyelmébe ajánlottam, aztán elindultam, hogy megkeressem Mr. Rochestert. A földszinti helyiségekben nem találtam. Sem az udvaron, sem az istállóban. Megkérdeztem Mrs. Fairfax-től, nem látta-e. De igen, látta, úgy tudja, hogy Miss Engrammel biliárdozik. Siettem a biliárterem felé. Valóban ott találtam Miss Rochestert, Miss Engramet, az Eyston leányokat és néhány gavallérjukat. Nem mondom, kellett hozzá némi bátorság, hogy megzavarjam az érdekes játékot. Minthogy azonban az én ügyem nem tűrt halasztást, odaléptem Miss Rochesterhez, aki éppen Miss Engram mellett állt. Miss Engram megfordult és gőgösen mért végig, a szeme azt látszott kérdezni. Mit akar itt ez a béka? És amikor én halkan odaszóltam Mr. Rochesternek, Miss Engram olyan mozdulatot tett, mintha el akarna parancsolni onnan. Most is magam előtt látom, nagyon szép volt. Égszínkék krebből készült reggeli öltözéket viselt, haját is azurkék tüllel kötötte le, a játék izgalmában kipirult és személyes sértésnek tekintette, hogy megzavartam. Ez a nő magával akar beszélni, mondta Mr. Rochesternek, és Mr. Rochester megfordult, hogy lássa, ki ez a nő. Félrehúzta a száját, ledobta a dákot, és jött utánam. Mi az, Jane? Kérdezte, miután becsukta mögöttünk a tanulószoba ajtaját, és neki támaszkodott. Egy vagy két heti szabadságot kérek, uram. Minek? Hová akar menni? Meg kell látogatnom egy beteg hölgyet, aki értem küldött. Miféle beteg hölgyet? Hol lakik? Gateshead-ben, megyében. X megyében, hiszen a 100 mérföldnyire van innen. Kicsoda az illető, hogy ilyen messziről oda rendeli magához. Mrs. Reed a neve? A Gateshead-i Reed-ek közül? Ismertem egy Reed nevű elöljárót. Annak az özvegye, uram. És magának mi köze van hozzá? Honnan ismeri? Mr. Reed a nagybátyám volt. Anyám bátyja. Az ördögbe is. Maga ezt sohasem mondta. Mindig azt mondta, hogy nincsenek rokonai. Nincs is olyan, aki tartaná a rokonságot. Mr. Reed meghalt, a felesége pedig lerázott a nyakáról. Miért? Mert szegény vagyok, és terhére voltam, és nem szeretett. De Reednek gyermekei is voltak, e szerint magának vannak unokatestvérei. Sir George Lyne éppen tegnap beszélt egy Gateshead Reedről, azt mondja, egyike volt a legnagyobb gazembereknek. Engem pedig egy Georgiana Reed nevű leányt emlegetett, aki egy vagy két évvel ezelőtt a londoni báli szezon legünnepeltebb szépségei közé tartozott. John Reed meghalt, uram. Tönkretette magát, félig meddig a családját is, és állítólag öngyilkosságot követett el. Halálának hírére az édesanyja agyvérzést kapott. No és ugye mit segíthet rajta, ha oda megy? Ostobaság, Jane. A legnagyobb örültség ilyen hosszú utat tenni egy öreg hölgy kedvéért, akit esetleg már nem is talál életben. Különben is maga mondja, hogy a nagynénye lerázta magát a nyakáról. Igen, uram, de az régen volt. A körülmények azóta alaposan megváltoztak. Teljesítenem kell kívánságát. Mennyi ideig akar maradni? A lehető legrövidebb ideig. Ígérje meg, hogy egy hétnél tovább nem marad. Jobb, ha nem ígérek semmit, uram. Nem szeretném megszegni a szavam. Nehogy valami ürüggyel rávegyék, hogy végleg ott maradjon. Ó, dehogy, mihelyt lehet visszajövök. És kivel megy? Csak nem akar 100 mérföldet egyedül megtenni. Az urasági kocsist küldték, értem. Megbízható ember? Igen, uram, 10 éve szolgál a családnál. Mikor akar indulni? Holnap, korán reggel, uram. Pénz is kell magának. Pénz nélkül nem indulhat útnak, fogadok, hogy alig van pénze, még fizetés sem kapott tőlem.
Mennyi pénze van, Jane? Kérdezte mosolyogva. Elővettem a pénztárcámat, bizony nagyon lapos volt. 5 shilling az egész vagyonom, uram. Elővette a tárcát, tartalmát a tenyerébe öntötte és nevetett, mintha tetszenék neki, hogy olyan kevés a pénzem. Elővette a saját tárcáját. Tessék, mondta, és egy 50 fontos bankjegyet lobogtatott. Pedig nekem csak 15-tel tartozott. Mondtam, hogy nem tudok visszaadni. Nem is kell, hogy visszaadjon. Tegye el az egészet. Nem akartam többet elfogadni, mint amennyi járt nekem. Eleinte morgott, de aztán, mintha eszébe jutott volna valami, így szólt. Hát, rendben van, nem adom oda az egészet. Ha odaadnám az 50 fontot, képes lenne 3 hónapig távol maradni. Itt van 10 font. Elég lesz? Elégnek elég, de még 5 font jár nekem. Jöjjön vissza érte, a 40 font nálam marad letétben. Ha már itt tartunk, még egy anyagi ügyben szeretnék felvilágosítást kérni. Anyagi ügyben? Ez érdekes, halljuk. Mr. Rochester azt mondta tegnap, hogy rövidesen megházasodik. Hát aztán. Ebben az esetben Adél bizonyára intézetbe kerül. Ön is ezt fogja leghelyesebbnek tartani. Igen, hogy a feleségemnek ne legyen útjában, ugye? Máskülönben egyszerűen keresztül gázolna rajta. Kétségtelenül ez lenne a legészszerűbb megoldás. Adélt intézetbe adni. Maga pedig mehet a pokolba, igaz? Remélem nem. De másik állást kell keresnem. Másik állást! Kiáltott föl, és valami furcsa grimaszt vágott, aztán hosszú percekig szótlanul fülkészte az arcomat. És Mrs. Reed meg a lányai persze segítenének magának állást keresni. Nem, uram. Nem vagyok olyan viszonyban a rokonaimmal, hogy szívességet kérhessek tőlük. Majd hirdetek az újságban. Hirdet az újságban, és megmászta az egyiptomi piramisokat, képes hirdetni. Már megbántam, hogy 10 fontot adtam magának, egy is elég lett volna. Adjon vissza 9 fontot, Jane. Szükségem van a pénzre. Nekem is szükségem van a pénzre, uram. Feleltem, és eldugtam a pénztárcámat. Feltétlenül szükségem van rá. Kis súgori, kereken visszautasítja kérésemet. Adjon nekem 5 fontot, Jane. Még 5 shillinget sem, uram. 5 pennit se. Mutassa az apró pénzét. Nem mutatom. Nem bízom önben, uram. Jane, tessék. Ígérjen meg valamit. Mindent megígérek, aminek a teljesítése nem látszik lehetetlennek. Ígérje meg, hogy nem hirdet az újságban, és hogy ezt az állásügyet rám bízza. Majd én találok magának megfelelő állást. Rendben van, feltéve, hogy cserébe ön is megígér valamit. Azt, hogy Adélnak és nekem nem kell itt helyben megvárnunk, amíg ön megházasodik. Szavamat adom rá. Hát akkor holnap indul? Igen, uram, hajnalban. Ebéd után még lejön a szalomba? Nem jövök le, készülnem kell az útra. Hát akkor most egy időre elbúcsúzunk egymástól? Úgy látszik, uram. Hogyan szoktak az emberek elbúcsúzni egymástól? Én az ilyenekben járatlan vagyok. Tanítson meg rá, Jane. Azt szokták mondani, viszontlátásra, vagy valami hasonlót. Hát mondja szépen. Viszontlátásra, Mr. Rochester. És én mit feleljek rá? Viszontlátásra. Hát, viszontlátásra, Miss R. Ennyi az egész? Ennyi. Szerintem ez száraz, barátságtalan, szűkszavú búcsúzkodás. Valamit még hozzá kellene tenni a ceremóniához, például kezet fogni. De nem, nekem ez sem elég. Tehát nem mond többet nekem, Jane, csak ennyit viszontlátásra. Ennyi bőven elég, uram. Egy szóba sokszor több szívélyességet lehet beleszólítani, mint sokba. Megengedem, de azért nekem ez az egy szó viszontlátásra mégis üres és hűvös. Meddig akar még itt állni hátával az ajtónak támaszkodva? Gondoltam magamban. Hozzá kellene látnom a csomagoláshoz. Szerencsére megszólalt az ebédre hívó gongütés, és Mr. Rochester hanyat homlok kirohant. Napközben nem is láttam többet, reggel pedig még aludt, amikor elindultam. Május 1-én délután 5 óratájban érkeztünk Bessie Gészhérdi lakásába. Először Bessiehez akartam benézni.
Csinos, tiszta kis otthon volt. A csillogó ablakokon hófehér függöny, a padló fényes, a kandalló rácsa és a tűzszerszámok ragyogtak, a tűz vidáman pattogott. Beszi a kandalló mellett újszülöttjé dajkálta, a két nagyobbik csendesen játszott a sarokban. Áldja meg a jó Isten, amiért eljött. Tudtam, hogy el fog jönni. Ezzel fogadott Bessi. Remélem, még nem késő, Bessi, mondtam, miután megcsókoltam. Hogy van a beteg? Ugye él? Igen, él. Sőt, mintha jobban lenne. Értelmesebben beszél. A doktor azt mondja, egy-két hétig még elhúzhatja, de meggyógyulni nem fog. Újabban is emlegetett engem? Ma reggel is azt mondta, hogy bárcsak itt lenne már. De most alszik, legalábbis 10 perccel ezelőtt még aludt, amikor fönt voltam nála. Legtöbbször egész délután félig eszméletlen, csak 7 óra felé tér magához. Nem pihenne le egy órára, Miss Jane? Aztán majd együtt fölmegyünk. Robert lépett a szobába, Bessie lefektette a bölcsőbe az alvó gyermeket, aztán megölelte, megcsókolta férjét. Erőnek erejével levette a kalapomat és teát fűzött, mert, mint mondta, sápadt s fáradt vagyok. Szívesen elfogadtam vendég szeretetét, és éppen olyan készségesen tűrtem, hogy utiköpenyemből kihámozzon, mint valaha gyermekkoromban azt, hogy levetkőztessen. Régi emlékek rohantak meg, ahogy elnéztem Bessie. Legszebb csészéjét ette a tálcára, vajas kenyeret kent, zsemlét pirított, közben megveregette a gyerekek hátát, vagy megsimogatta az arcukat, mint valaha velem tette. Bessie ma is éppen olyan fürge, csinos, ügyes volt, mint hajdan. Mikor a tea elkészült, az asztalhoz akartam ülni, de Bessie a régi parancsoló hangján rám szólt, hogy maradjak veszteg, majd odahozza a teát a kandallóhoz. Egy kis kerekasztalt állított elém, rátette a teát, meg az ennivalót, mint valamikor a gyerekszobában, amikor valami nyalánkságot hozott föl a konyhából. Hálásan mosolyogtam, és épp úgy szót fogadtam, mint régen. Kérdezte, jól érzem-e magam Thornfieldben, milyen asszony az úrnőm, és mikor elmondtam, hogy úrnő nincs, csak úr van, azt kérdezte, rokon szenvese az úr. Mondtam, hogy inkább csúnya, mint csinos, de úriember, velem jól bánik, és én megvagyok a helyemmel elégedve. Aztán beszéltem a vidám társaságról, amelyet vendégül lát a kastély. Ez különösen nagyon érdekelte Bessie. Körülbelül 1 órát beszélgettünk, aztán Bessie rám adta a kalapomat, köpenyemet, és fölmentünk a kastélyba. Csak nem 9 évvel ezelőtt Bessie kísért le azon az úton, amelyen most fölfelé mentünk. Egy ködös, nyírkos, sötét januári reggelen, valamikor kétségbe esve hagytam el ezt a gyűlölt házat, mint egy számkivetett, elítélt bűnös, hogy Lovewood távoli és ismeretlen világában keressek fagyos menedéket. Most ugyanaz a régi, ellenséges tető meredezik előttem. Még nem tudhatom, mi vár rám, de a szívem az ma is fáj. Ma is vándornak, hazátlannak érzem magam a földön, de ma már jobban bízom magamban, saját erőmben és kevésbé rettegek másoktól. A gyermekkori szenvedések tátongó sebhelyébe gyógyultak, a bosszúvágy tüze elhamvadt. Tessék előbb a reggeliző szobába menni, mondta Bessie. A kisasszonyok ott lesznek. A reggeliző szoba egészen olyan volt, mint azon az emlékezetes napon, amelyen itt Mr. Blackerhurstnek bemutattak. A kandalló előtt ugyanaz a szőnyeg, amelyen ő akkor állt. Egy pillantást vetettem a könyvespoltra, és úgy tetszett, hogy Bevik madárvilágának 2 kötete ma is ott van régi helyén, a 3. polcon Gulliver utazásai és az 1001 éjszaka pedig éppen fölötte. Az élettelen tárgyak nem változtak, de az élőkre alig ismertem rá. 2 fiatal hölgy állt mellettem, az egyik roppant magas, majdnem olyan magas, mint Miss Engram, nagyon sovány, arcszíne fakó, arckifejezése rideg. Egész megjelenésében volt valami aszkétikus, amit még fokozott az egyenes szabású fekete szövetruha, a keményített fehér gallér, a simán hátra fésült haj, s az apácának illő fekete gyöngycsor a nyakában, sajta csüngő feszülettel. Ez biztosan Eliza. Gondoltam, bár ez a hosszúkás, színtelen arc kevéssé emlékeztet a hajdani Eliza arcára.
A másik hölgy természetesen Georgiana. De ez sem az a Georgiana, akire emlékeztem. Nem az a tündérszép, kecses, 11 éves kislány. Ez egy viruló, meglehetősen kövér fiatal hölgy volt. Szabályos, babarcú szépség, álmodozó kék szempár, bodros szőkehaj. Ő is fekete ruhát viselt, de egészen más szabásút, mint Eliza. Amilyen puritánul egyszerű volt Eliza ruhája, olyan divatos Georginájáé. Mind a két lányban volt valami az anyjukból. A sápadt és sovány idősebbik lány az anyja barna szemét örökölte. Az élettől duzzadó viruló fiatalabbik az anyja állát, talán egy kissé lágyabb változatban ugyan, de azért az állnak ez a szigorú vonala leírhatatlanul keményítette az élveteg viruló arcot. Felállva üdvözöltek, amikor beléptem, és mind a kettő Miss Earle-nek szólított. Eliza egészen röviden, mosoly nélkül üdvözölt, aztán visszaült a helyére, és a tűzbe nézett, látszólag megfeledkezett rólam. Georgiana néhány sablonos mondattal toldotta meg, ahogy van, az időjárásról, az utazásról beszélt, és közben lopva tetőtől talpig végigmért. Hol a bárányprémes galléromat nézte, hol falusias kalapomat. Fiatal hölgyek szavak nélkül is tudják véleményüket közölni egymással. A gőgös tekintet, a hűvös, közömbös magatartás sértő szavak nélkül is tudtomra adta Georgiana lesújtó véleményét. Ma már azonban nem sértődtem meg olyan könnyen, mint hajdanában. Ahogy ott ültem unokatestvéreim között, meglepődve tapasztaltam, hogy édeskeveset törődöm az egyiknek fagyos közömbösségével, és a másiknak gúnyos figyelmével. Elizától nem féltem, Georginánán nem bosszankodtam. Más dolgok foglalkoztattak. Az utolsó hónapok alatt sokkal hatalmasabb érzelmek ébredtek föl bennem, mint amilyeneket ők valaha fölébreszthettek. Az örömnek és a fájdalomnak sokkal finomabb és élesebb változatait ismertem meg, úgyhogy unokatestvéreim viselkedése teljesen hidegen hagyott. Hogy van Mrs. Reed? Kérdeztem Georginától, aki megütődve kapta föl a fejét, mintha azt gondolná, micsoda szemtelenség, hogy ez a nő egyenesen hozzám fordul kérdésével. Mrs. Reed, vagy úgy mamát gondolja? Nagyon rosszul van. Nem hiszem, hogy ma bemehet hozzá. Nagyon lekötelezne, mondtam, ha megmondaná neki, hogy itt vagyok. Georgiana most még jobban megütközött, és még tágabbra nyitotta nagy kék szemét. Tudomásom van róla, hogy látni kívánt, tettem hozzá. Nem akarom hosszabb ideig váratni, mint ameddig okvetlenül szükséges. Mama nem szereti, ha este zavarják, jegyezte meg Eliza. Fölálltam, nyugodtan letettem a kalapomat meg a kesztyűmet, anélkül, hogy erre felszólítottak volna. És azt mondtam, hogy kimegyek Bessiehez a konyhába, mert tudni szeretném, hajlandó-e Mrs. Reed még ma fogadni, vagy sem. Bessi fölment, én pedig újabb előkészületeket tettem. Az elő semmi sem tudott jobban felbőszíteni, mint a gőg. Ha például egy évvel ezelőtt így fogadna a Gateshead-ben, ahogyan ma fogadtak, másnap reggel szó nélkül elutaztam volna. Most eszembe se jutott ilyesmi. Utóvégre 100 mérföldnyi utat tettem azért, hogy a nagynénémet meglátogassam, itt kell maradnom, amíg jobban nem lesz, vagy amíg meg nem hal. A lányaival pedig egyáltalán nem szabad törődnöm, függetlenítem magam tőlük. Megkerestem a házvezetőnőt, szobát kértem tőle, és megmondtam, hogy egy-két hétig valószínűleg itt maradok. Fölhozattam a táskámat, és éppen a szobámba indultam, amikor a lépcsőn Bessie-vel találkoztam. Az úrnő ébren van, mondta. Említettem, hogy megtetszett érkezni. Gyerünk be hozzá, kíváncsi vagyok, megismeri-e Miss Jane-t. Magam is eltaláltam volna a jól ismert szobába, ahol hajdanában annyi, de annyi szidást kaptam. Megelőztem Bessie-t, és halkan lenyomtam a kilincset. Az asztalon elnyős lámpa égett, mert már sötétedett. Ott állt a hatalmas négyoszlopos mennyezetes ágy, ámbraszínű függönyeivel éppen olyan volt, mint régen. Ott volt az öltözőasztal, a karosszék, a zsámoly, amelyre oly sokszor térdepeltettek le, hogy bocsánatot kérjek valami bűnért, amelyet nem követtem el. Önkéntelenül egy pillantást vetettem a sarokba, hogy ott áll-e még a rettegett, vékony nádpálca, amely annyiszor csapott-e remegő tenyeremre, vagy behúzott nyakamra.
Odaléptem az ágyhoz, és széthúztam a függönyt. Jól emlékeztem Mrs. Reed arcára, és kerestem az ismerős vonásokat. Milyen áldás, hogy az idő elcsitítja a bosszú vágyot, enyhíti a haragot és a gyűlöletet. Mikor ezt az asszonyt utoljára láttam, gyűlölet és bosszú vágy izzott a lelkemben. Most nem hoztam magammal más érzést, mint szánalmat. Szántam őt mérhetetlen szenvedéseiért, el akartam felejteni, meg akartam bocsájtani minden bántalmat és barátságosan kezet szorítani vele. Ott pihent a jól ismert arca magasra tornyozott párnákon. Szigorú volt most is, és könyörtelen, mint mindig. Szúrós tekintetét a szenvedésem szelídítette meg, könyörtelen, zsarnoki, engesztelhetetlen maradt a kissé felhúzott szemöldök is. Ó, hányszor nézett rám ez az arc fenyegető, lángoló gyűlölettel. Gyermekkorom rettegő szorongásai, hogy felérettek-e kemény vonások láttára. És mégis lehajoltam és megcsókoltam. Rám nézett. Ki az? Jane el? Én vagyok, kedves néni. Hogy van? Valaha megfogadtam, hogy soha többé nem fogom őt néninek szólítani. De most tudtam. Nem bűn, ha elfelejtem, és nem tartom meg ezt a fogadalmat. Gyöngéden megszorítottam a takarom nyugvó kezét. Ha ő is megszorítja a kezem, őszintén örültem volna. De az ilyen kemény természet nem lágyul el egykönnyen, és az ősi ellenszenvet nem lehet egy-kettőre kitörölni a szívből. Mrs. Reed elhúzta a kezét, sőt az arcát is félrefordította, és megjegyezte, hogy meleg van. Olyan hideg gyűlölettel nézett rám, hogy éreznem kellett, véleménye rólam nem változott, nem is változik meg soha. Megkövesedett tekintetéből tudtam, hogy halála percéig gonosznak tart engem, mert neki nem szerezne örömet, ha jónak tarthatna. Sőt, ezt egyenesen sérelemnek tekinteni. Mrs. Reed tekintetét sem gyöngétség, sem meghatottság nem lágyította meg soha. Ezek a szemek nem ismerték a könnyek áldását. Először csak fájdalmat éreztem, aztán düh fogott el. Végül elhatároztam, hogy azért is meghódítom, természete és akarata ellenére. Könyszögött szemembe, úgy, mint gyermekkoromban. Visszaparancsoltam a könnyeket. Széket húztam az ágy fejéhez, leültem, és a párna fölé hajoltam. Értem, küldött, mondtam. Eljöttem. Itt akarok maradni, amíg jobban nem lesz. Igen. A lányaimat már látta? Láttam. Mondja meg nekik, hogy azt kívánom, addig maradjon itt, amíg nem tudok beszélni magával valamit, ami a lelkemet nyomja. Ma már késő van, nehezen is jut eszembe, amit mondani akarok. De volt valami, amit... Várjunk csak! Kósza tekintete, dadogása megmutatta, micsoda roncs lett ebből a hajdani, életerős asszonyból. Nyugtalanul hánykolódott ágyában, maga köré csavarta a takarót. Rákönyököltem a paplanára, ez idegessé tette. Menjen innen! Mordult rám. Ne szorítsa le a takarómat! Maga Jane Eyre? Igen, Jane Eyre vagyok. Több bajom volt ezzel a gyerekkel, mint bárki gondolná. Olyan terhes volt, annyi bosszúságot okozott, utcolván a nap minden órájában azzal a rossz természetével, hirtelen kitöréseivel, de legfőként azzal, hogy az embernek minden mozdulatát figyelte. Egyszer úgy beszélt vele, mint egy őrült, mint egy ördög. Soha még gyermeket nem hallottam olyan hangon beszélni. Boldog voltam, amikor elkerült a házból. Mit csináltak vele Lovewoodban? Járvány tört ki az intézetben, annyian meghaltak, de ő nem halt meg. És én mégis azt mondtam, hogy meghalt. Bár meghalt volna. Furcsa kívánság, Mrs. Reed. Miért gyűlöli őt annyira? Az anyját sem szerettem soha. Az anyja volt a férjem egyetlen húga, s a férjem nagyon szerette. A család kitagadta az asszonyt, mert rangján alul ment férjhez, de a férjem akkor is pártját fogta, és mikor meghalt, keservesen megsiratta. Minden áron odavette a gyereket a házba, pedig én könyörögtem neki, hogy inkább adja ki dajkaságba és fizessen érte. Első perctől fogva gyűlöltem a gyereket. Beteges vézna nyafka kölyök volt. Egész éjszaka sét a bölcsőben, nem úgy teli tüdővel, mint más gyerek, hanem vinnyogva. A férjem megsajnálta, fölvette, úgy babusgatta, mint az övéi lett volna.
Sőt, a saját gyerekeivel, amíg olyan picik voltak, nem is törődött. Azt akarta, hogy az én gyermekeim megszeressék azt a kis kódust. Szekény drágáim pedig utálták, és a férje meg az édes gyerekeire is haragudott, amiért nem bántak jobban vele. Mikor már halálos beteg volt a férjem, minduntalan odavitette az ágyához az idegen kölyköt, és alig egy órával a halála előtt megesketett, hogy itt tartom a házban. Akár a szegény házból vartak volna nyakamba egy vadidegen kódus csemetét. De hát természetesen gyönge voltam, nem tudtam ellentmondani a férjemnek. John szerencsére nem hasonlít az apjához. Egészen olyan, mint én vagyok. Bátyáimra a Gibson családra ütött. Úcsak ne gyötörne mindig pénzért. Már nincs mit adnom neki, elszegényedtünk. A cselédek felét el kell küldenem, és a ház egy részét le kell csukatni, vagy ki kell adni. Erre nagyon nehéz rászállni magam, de hát mit csináljunk? Jövedelmem kétharmad része kamattörlesztésre megy el. John vakmerően játszik, és mindig veszít. Szegény fiú. Szélhámosok, hamis kártyások karmai közé került, teljesen elzűlött, rettenetes állapotban van, így szégyeltem magam helyette, mikor láttam. Persze-persze izgatottabb lett. Azt hiszem, jobb lesz, ha kimegyek, mondtam Bessie-nek, aki az ágy túlsó oldalán állt. Igen, talán jobb lesz. Este felé sokszor félrebeszél, délelőttünként már nyugodtabb. Fölálltam. Várjon! Kiáltott rám Mrs. Reed. Még valamit akarok mondani. John mindig fenyeget, állandóan fenyeget azzal, hogy öngyilkos lesz, vagy az én halálomat emlegeti. Néha azt álmodom, hogy kiterítve látom őt, a torka át van vágva, vagy az arca egészen fekete és dagadt. Életemnek nagyon nehéz szakaszához érkeztem. Súlyos gondjaim vannak. Mit csináljak? Honnan lehetne pénzt szerezni? Bessie nagy nehezen bevétetett vele valami idegcsillapított. Mrs. Reed ezután kicsit megnyugodott és elszenderedett. Én kimentem a szobából. Több mint 10 nap múlt el, miután ismét beszélhettem vele. Vagy félrebeszélt, vagy olyan apatikus volt, hogy egy szót sem szólt. A doktor azt mondta, nem szabad felizgatni. Közben megpróbáltam Georginával és Elizával összebarátkozni. Eleinte nagyon hidegek voltak. Eliza fél napokig üldögélt, írt, olvasott vagy vart, és sem a testvéréhez, sem hozzám nem szólt egy árva szót sem. Georgiana pedig óraszámra gügyögött a kanáriának, és szintén rám sem hederített. Nem hagytam magam. Nekem is volt, mivel foglalkoznom vagy szórakoznom, elhoztam a ceruzáimat, meg az ereszteimet. Rajzeszközeimmel fölfegyverkezve, az ablak közelében helyezkedtem el, a leányoktól eléggé távol. Lerajzoltam mindent, ami eszembe jutott. Egy darabka tengert, 2 szikla között, a fölkelő holdat, egy úszó hajót, egy csomó nádat és egy lótuszvirággal koszorúzott nadárt fejet, egy velépfészekben üldögélő manót a galagonya bokor alatt. Valamelyik reggel egy arcot rajzoltam, hogy miféle arc, vagy kinek az arca, arra nem is gondoltam. Puha, fekete ceruzát vettem elő, tompára hegyeztem és munkához láttam. Nem sokára kialakult a papíroson egy széles és domború homlok, aztán az arc szögletes alsó része. Örömet találtam ebben a körvonalban, ujjaim serényen dolgoztak, hogy a részletvonásokat is belerajzoljam. Az erős vonalú szemüldök alatt az egyenes nyergű orr következett, a telt orrcimpák, majd a kifejező, korántsem keskeny száj. Azután a kemény áll, közepén mély vágással, fekete oldalszakál, fekete haj, a homlok felett hullámos. A szemeket utoljára hagytam, mert a szem a legnehezebb. Nagy szemek, hosszú, sötét szempillák, fényes szemborok. Jó, jó, mondtam magamban, de nem ez az igazi. Nincs benne elég erő és szellem. És a feketét még feketébbre, a szivárványhártyát még fényesebbre rajzoltam. Így elkészült egy jó barátom arcképe. Mit számít az, hogy a fiatal hölgyek hátat fordítanak nekem? Elgyönyörködtem a képben, igazán a megszólalásig hasonlít. Nagyon megvoltam magammal elégedve. Ez valami ismerős arcképe? Kérdezte Eliza, aki észrevétlenül odalépett hozzám. Azt feleltem, hogy csak képzeletből rajzoltam, és sietve eldugtam a képet a kartonok alá.
Természetesen nem mondtam igazat. A kép hűmása volt Mr. Rochesternek. De hát mit tartozott ez Elizára vagy bárki másra? Georgiana is felállt és megnézte a rajzaimat. Mindegyik tetszett neki, csak az a csúnya férfi nem. A lányok csodálkoztak rajta, hogy olyan ügyesen rajzolok. Felajánlottam, hogy őket is lerajzolom. Szívesen ültek modellt egy-egy arcképhez. Azután Georgiana előszedte az emlékkönyvét. Megígértem, hogy festek bele egy kis akvarelt. Ettől mindjárt jó kedve támadt. Azt kérdezte, nem lenne kedvem járni egyet. 2 óra sem telt el, már bizalmába avatott. Kitüntetett azzal, hogy elmesélte, milyen ragyogó báli szezon töltött Londonban 2 évvel ezelőtt, mennyien udvaroltak neki, sőt, még a főúri kapaléliára is tett 1-2 célzást. A délután és az este folyamán már nyíltan elmondta kis regényét, párbeszédeket idézett, érzelmes jeleneteket adott elő. Az előkelő társadalmi életnek egész kötetre való eseményével szórakoztatott. Ettől kezdve napról napra bizalmasabb lett. Mindig ugyanarról a témáról beszélt, önmagáról, udvarlóiról, szerelmeiről, csalódásairól. Különös, hogy sem anyja betegségét, sem bátyja halálát, sem a család mostani vigasztalan anyagi helyzetét nem említette soha. Csak a múlt vidám emlékei és a jövő reménységei érdekelték. Naponta mindössze 5 percet töltött anyja betegágyánál, soha többet. Eliza most is keveset beszélt. Úgy látszott, mintha nem érne rá beszélni. Állandóan foglalkozott valamivel, de hogy mivel, azt nehéz lett volna megmondani. Látszotta meg, éppen nem volt annak, amit csinált. Reggelenként ébresztő órával keltette föl magát. Hogy reggeli előtt mit művelt, azt nem tudom, de reggeli után pontosan beosztotta idejét, szinte tanrend szerint. 3 napjában egy kis könyvbe mélyedt. Idővel rájöttem, hogy az anglikán imakönyvbe. Egyszer meg is kérdeztem, mit olvas olyan buzgón, azt felelte, a liturgiai előírásokat. Napi 3 órán át hímezett aranyfonállal valami 4 szögletes hörös terítőt, akkor lehet, mint egy szőnyeg. Mikor megkérdeztem, mi lesz az, azt mondta oltárterítő a GCD új templomba. 2 órát naponta naplóírásnak szentelt, 2 órán át a konyhakertben dolgozott, 1 óra hosszat számadásait nézegette. Nem volt szüksége senkire, beszélgetni nem kívánt. Azt hiszem, a maga módján boldog volt. A rendszeres foglalkozás kielégítette, és csak az idegesítette, ha valamiért változtatni kellett napi rendjén. Egyik este, amikor a rendesnél közlékenyebb hangulatban volt, elmondta, hogy John szerencsétlen sorsa és a család anyagi romlása nagyon rágódik a szívén, de ő már elhatározta, hogy mit fog csinálni. Ő a maga vagyonrészét még idejében biztonságba helyezte, és ha majd az édesanyja meghal, nagyon kevéssé valószínű, hogy meggyógyul, vagy hogy még sokáig húzza, jegyezte meg nyugodtan, ha az anyja meghal, akkor keresztül viszi régóta dédelgetett tervét. Visszavonul valami csöndes helyre, ahol nem zaklatják az embert kötelességeinek teljesítése közben, és ahol a világi hiúságoktól biztos falak választják el. Megkérdeztem, hogy Georgianával együtt akar-e arra a csendes helyre visszavonulni. Ó, dehogy, mondta. Nekik, kettőjüknek soha nem volt egy közös gondolatuk sem. A világ minden kincsért sem laknék együtt Georgianával. Egyik jobbra, másik balra. Georgiana, ha nem azzal foglalkozott éppen, hogy a szívét kiöntse előttem, naphosszat a díványon lustálkodott, szitta Gateshead-et, hogy milyen unalmas, és egyre azon sopánkodott, bár Gibsonék, a rokonai, meghívnák Londonba. Ha csak 1-2 hónapra kiszabadulhatnék innen, mindjárt jobb lenne. Az alatt valahogy elintéződnének a dolgok. Nem kérdeztem, mit akar ezzel mondani, hogy a dolgok valahogy elintéződnének, de biztosan tudtam, hogy azt szerette volna, ha anyja temetése is az ő távollétében megy végbe. Eliza rendszerint tudomást sem vett a húganya fogásáról. Egyszer azonban, miután számolókönyvét elrakta és hímzését kibontotta, így szólt. Én azt hiszem, Georgiana, hogy nálad hiúbb és lehetetlenebb lényt még nem hordott hátán a föld. Neked még arra sem volt jogod, hogy megszülessél, mert semmi jóra nem használod fel az életedet. Ahelyett, hogy úgy élnél magadban, ahogyan egy értelmes lénynek élnie kell,
gyöngességeddel mindig valaki másnak az erejébe próbálsz kapaszkodni. És ha történetesen nem akad senki, aki hajlandó egy ilyen felpuffadt, kövér, haszontalan senkit a nyakába akasztani, akkor bőgsz, hogy téged mindenki elhanyagol veled, mindenki rosszul bánik. Mert ha az élet nem csupa szín és változatosság, akkor te börtönnek érzed a világot. Te csak akkor élsz, ha udvarlók tömege rajon körül, ha hízelegnek, hódolnak neked, ha zeneszól, ha táncolhatsz, ha társaság van körülötted. Máskülönben meghalsz az unalomtól. Miért nem találsz ki valamit, hogy függetleníthess magad mindenki mástól, és megállhassa magad lábán? Miért nem osztod be a napjaidat, mint ahogyan én beosztom? Szabd ki minden órának a tennivalóját. Egyetlen negyed órát se hagyjál kihasználatlanul. Mit negyed órát? 10 percet? 5-öt se? Módszeresen, rendszeresen foglald el magad, akkor nem fogsz unatkozni. Észre sem veszed, majd úgy fognak repülni a napok, és nem kell másokat lesned, hogy az unalomtól megszabadítsanak. Nem szorulsz rá senkire, nem kell részvétet, elnézést koldulnod. Úgy élsz, ahogyan egy önálló embernek élnie kell. Fogadd meg első és utolsó tanácsomat. Akkor bármi történik is, én rám sem lesz szükséged. Ha tanácsomat nem fogadod meg, és ezután is úgy élsz, ahogyan idáig éltél, lustálkodva, panaszkodva, sóhajtozva, magadra vesz. Akkor csak viseld el a saját ostobaságot következményeit, bármilyen elviselhetetlenek látszanak is. Jól figyelj arra, amit most mondok, mert bár nem ismétlem többször, ennek értelmében fogok cselekedni. Ha anyánk meghal, én mosom kezeimet, semmi közöm többé hozzád. Azon a napon, amelyen anyánkat örök nyugalomra helyezük, a gécédi templom kriptájában, a mi útjaink úgy szétválnak, minthogyha nem is ismertük volna egymást. Ne hidd, hogy mert véletlenül testvérek vagyunk, eltűröm, hogy a legcsekélyebb igényt is támaszd velem szemben. Annyit mondhatok neked, hogy ha az egész emberi nem elpusztulna, csak mi ketten maradnánk életben, akkor is hátat fordítanék neked. Kár volt fáradnod ezzel a hosszú prédikációval, mondta Georgiana. Mindenki tudja, hogy te vagy a legönzőbb, a legszívtelenebb lény a világon, és én még külön is tudom, hogy tajtékzó gyűlölettel viseltetel irántam. Volt alkalmam kitapasztalni, amikor Lord Edwin Weirrel tervezett házasságomat elrontottad. Nem bírtad volna elviselni, hogy arisztokrata vegyen engem feleségül, hogy bejussak azokba a körökbe, amelyekbe te soha nem juthatsz be. Azért addig kémkedtél és mesterkedtél, míg sikerült a házasságot megakadályoznod. Georgiana elővette a zsebkendőjét, és még egy óra múlva is szipogott. Eliza hidegen, közömbösen ült a helyén, és látszólag munkájába mélyedt. Nem mindenki becsüli sokra a nemes, nagylelkű érzéseket, de íme volt két teremtés, az egyiket elviselhetetlenül keserűvé, a másikat undorítóan ízetlenné tette az érzések hiánya. Az érzelem, amelyet a józan ész nem fegyelmez, bizony híg ital. Az ész viszont érzelem nélkül olyan keserű és kemény falat, hogy alig lehet lenyelni. Esős, szeles délután volt. Georgiana regényolvasás közben elaludt a díványon. Eliza az új templomba ment Isten tiszteletre, mert vallási ügyekben mereven ragaszkodott a formaságokhoz. Akármilyen rossz idő volt, nem mulasztotta azt, amit vallási kötelességének tartott. Vasárnap, hogy cigány gyerekek potyognak az égből, akkor is 3-szor ment volna templomba, s hétköznap valahányszor istentisztelet volt. Elhatároztam, hogy fölmegyek a haldoklóhoz. Jóformán senki sem törődött már a szerencsétlennel. Még a cselédek is csak immel ámmal szolgálták ki. A fizetett ápolónő, mintha nem is volt, aki a körmére nézzen, mihely tehette kisúrant a betegszobából. Veszély ugyan hűségesen viselkedett, de neki ott volt a 3 gyerek, a családja. Aránylag ritkán ért rá feljönni a kastélyba. Amint előre sejtettem, a beteg most is egyedül volt, az ápolónő eltűnt valamerre. Mrs. Reed csendesen, letargikusan feküdt. Unszínű arca a párnák közé süppett. A tűz alig, hogy pislogott a kandallóban. Néhány darab fádogtam a tűzre, megigazítottam az ágyneműt, egy darabig figyeltem a beteget, aztán az ablakhoz léptem.
Az eső erősen csapkodta az ablaküveget, a szél vadul sűrített. Aki itt fekszik az ágyban, gondoltam, nem sokára túl lesz a földi elemek harcán. Vajon a por hüvelyében vergődő lélek hová kerül, ha kiszabadul? Az élet és halál nagy misztériumán tűnődve, Aaron Burns jutott eszembe. Utolsó szavaira gondoltam, erős hitére, arra, amit a testből kiszabadult lelkek egyenlőségéről mondott. Hallani véltem hangját, magam előtt láttam átszellemült fehér arcát, magasztos tekintetét, ahogy ott feküdt a halálos ágyon, és arról beszélt, hogy a mennyei atya magához veszi őt. Egyszerre gyönge hangot hallottam. Ki van ott? Tudtam, hogy Mrs. Reed napok óta nem szólalt meg. Vajon most magához tért? Oda mentem hozzá. Én vagyok, kedves néném. Ki az az én? Ki az? Meglepetten és egy kissé ijedten nézett rám, de nem volt eszméletlen. Én nem ismerem magát. Beszél, hol van? Lent van a lakásán, néni kérem. Néni? Ismételte. Ki szólít engem néninek? Maga nem a Gibsonok közül való, nem az én rokonom, de azért tudom, hogy ismerem. Ismerem ezt az arcot, ezt a homlokot, ezeket a szemeket, olyan, mint... Tudom már, te vagy Jane. Nem feleltem, nem akartam felizgatni azzal, hogy bevallom, ki vagyok. És mégis attól félek, hogy csalódom. Gondolataim játékot űznek velem. Látni akartam Jane-t, és most azt képzelem, hogy hasonlít hozzá. Pedig nem is hasonlít. És 8 év alatt különben is megváltozhatott. Szelíden megnyugtattam, hogy az vagyok, akinek gondol, és akit várt, és mikor láttam, hogy érti, amit mondok, és hogy teljesen eszméleténél van, azt is elmondtam neki, hogy Bessie értem küldte a férjét Hanfieldbe. Nagyon beteg vagyok, tudom, mondta nem sokára Mrs. Reed. Az előbb meg akartam fordulni, de egyetlen tagomat sem tudtam mozdítani. Mielőtt meghalok, könnyítenem kellene a lelkiismeretemen. Amivel az ember egészségesen keveset törődik, az a halál órájában nagy súllyal nehezedik szívére. Az ápolónő itt van? Nincs senki a szobában rajtad kívül? Megnyugtattam, hogy csak ketten vagyunk. Kétszer követtem el veled szemben olyat, amit megbántam. Az egyik az volt, hogy megszegtem férjemnek tett ígéretemet. Azt ígértem neki, hogy úgy foglak fölnevelni, mintha édes gyermekem lennél. A másik elhallgatott. A másik talán nem is olyan fontos, mormogta inkább magában. Esetleg jobban leszek, és akkor szégyelni fogom, hogy megalázkodtam. Meg akart fordulni, de nem tudott. Arca eltorzult, mintha úgy érezné, hogy ez már a végső kínelőjele. Nem bánom, essünk túl rajta. Az örökké valóság áll előttem, jobb, ha megmondom. Menj oda az öltöző asztalomhoz, és vedd ki a levelet, amit ott találsz. Szó nélkül engedelmeskedtem. Olvasd el a levelet, mondta. A levél rövid volt, így hangzott. Madam, nagyon kérem, legyen olyan szíves, küldj el az unokahúgom Jane Eyre címét, és értesítsen a kislány, hogy létéről. Rövidesen írni szándékozom neki, és szeretném, ha utánam jönne ide Madeirára. A gondviselés áldása kísérte munkámat, eléggé tekintélyes jövedelemre tettem szert, és minthogy családom nincs, szeretném a gyermeket örökbe fogadni, halálom után pedig örökösömmé tenni. Fogadja, madám, stb. John R. Madeira. A levelet 3 évvel ezelőtt írták. Miért nem értesítettek engem erről? Kérdeztem. Mert annyira gyűlöltelek, hogy boldogulásod érdekében még a kis ujjamat sem akartam mozdítani. Nem tudtam elfelejteni, hogyan bántál velem, Jane, hogy milyen áldász dühvel fordultál ellenem, és azt mondtad, engem gyűlölsz legjobban a világon. Most is hallom a hangodat, és látom tekintededet, amikor kijelentetted, hogy rosszul vagy, ha csak látsz engem, mert én olyan kegyetlenül és gyalázatosan bántam veled. De azt sem felejtettem el, hogy én mit éreztem, amikor így kifakadtál előttem. Olyasféle félelem fogott el, mintha egy állat emberi szemmel nézne rám,
és emberi hangon átkozna meg. Kérek egy pohár vizet, gyorsan, gyorsan! Kedves jó Mrs. Reed, mondtam, miután odavittem a vizet neki. Ne gyötörje magát többé ezekkel a rég elmúlt dolgokkal. Bocsásson meg, hogy olyan szenvedélyes hangon beszéltem, gyermek voltam akkor, 8-9 évvel ezelőtt. Nem figyelt arra, amit én mondtam. Ivott egy korty vizet, mélyet lélegzett, aztán így folytatta. Mondom, ez soha nem lehet elfelejteni. De bosszút álltam. Nem bírtam volna elviselni, hogy a nagybátyád örökbe fogadjon, és kontalanul kényelemben élj. Írtam neki. Azt írtam, hogy sajnos rossz hírt kell közölnöm. Jenner meghalt még a tífuszjárván idején a Lovudi álvaházban. Most aztán csinálj, amit akarsz. Írd meg, hogy élsz, és hogy én hazudtam. Úgyis csak azért születtél, hogy engem gyötörj. Életem utolsó óráján is annak a bűnnek emléke keseríti meg, amelyet, ha te nem vagy, sohasem követtem volna el. Ha megpróbálná elfelejteni, édesnéni, és ha megbocsátana nekem, nagyon rossz természeted van, mondta rám se hallgatva, és azt az egyet a mai napig sem bírtam megérteni, hogy 9 éven át mindent eltűrtél, és a 10. fellázadtál. Nem olyan rossz a természetem, mondtam. Hirtelen vagyok ugyan, de nem bosszúálló. Gyermekkoromban sokszor boldog lettem volna, ha a néni megengedi, hogy szeressem. Most pedig igazán őszintén szeretném, ha megbékülne velem és megcsókolna. Föléje hajoltam, de nem akart megcsókolni, elfordította a fejét. Azt mondta, megfulladt, ha ilyen közel hajolok hozzá. Megint vizet kért. Mikor visszafektettem, mert fölemeltem és a karommal támogattam, amíg ivott. Megfogtam verejtékes, jéghideg kezét, de a gyönge ujjak menekültek érintésem elől, s üveges tekintete kerülte az én tekintetemet. Szeressen hát, vagy gyűlöljön, ahogyan jobban esik, mondtam végül. Én szívből megbocsájtottam. Bocsássa meg a jó Isten is. Nyugodjék meg. Szegény, szenvedő teremtés. Most már késő volt megváltozni. Egész életében gyűlölt. Halálában sem tudott nem gyűlölni. Belépett az ápolónő, nyomában Bessi. Én még vagy fél óra hosszat ott maradtam, remélvén, hogy mégis megenyhül. De hiába reménykedtem. Rohamosan hanyatlott, elvesztette eszméletét, ezen az éjszakán 12 órakor meghalt. Nem voltam ott, hogy lezárjam a szemét, a lányai sem voltak jelen. Másnap reggel tudtuk meg, hogy kiszenvedett. Akkor már ki is volt terítve. Elizával átmentünk megnézni. Georgiana hangosan zokogott, de azt mondta, nem meri megnézni. Ott feküdt hát kiterítve Sarah Reed egykor oly robosztus és tevékeny teste, mereven és mozdulatlanul. Könnyörtelen tekintetére ráborultak kihűlt szemhéjai, de homloka és kemény arcvonásai a koporsóban sem enyhültek meg. Szomorúan és megborzadva néztem a holttestet. Semmi lágy, semmi rokonszenves, semmi szánalmat vagy reményt ébresztő nem volt benne. De én azért gyötrő fájdalmat éreztem, nem az én veszteségem, hanem az ő kínjai miatt. S komor, könyvtelen rémület fogott el, mert rettenetes az ilyen halál. Eliza nyugodtan állt anyja ravalatánál, néhány percnyi hallgatás után így szólt. Az ő erős szervezetével magas kort élhetett volna meg. A sok gond és bar rövidítette meg az életét. Ajka egy pillanatra, de csak egy futó pillanatra megvonaglott. Szó nélkül mentünk ki a szobából, egyikünk sem siratta meg Mrs. Reedet.